A március 16-ai kormányrendelet kimondta, hogy a város polgármesterének feladatköréből adódóan gondoskodnia kell a segítségre szoruló 70. életévüket betöltött emberekről, mondta Hegedűs Ágota alpolgármester. Polgármester úr március 30-án ezt az életkort 65 évre leszállította, tehát március 30-a után már a 65. életévüket betöltött személyek is, akik segítségre szorulnak, kérhetik az önkormányzat segítségét. Létrehoztunk egy ingyenesen hívható telefonszámot, ami 80-200-064-es telefonszám, itt is szeretném elmondani a kedves tévénézőknek. Ezen a telefonszámon fogadják a hívásaikat az önkormányzat dolgozói. Hétköznap, minden nap munkaidőben, valamint munkaidő után üzenetrögzítő működik, amit másnap meghallgatnak és visszahívják a hívott számot. Halló, jó napot kívánok, a Cegléd önkormányzat zöld számát hívtam, miben segíthetek? A beérkezett hívásokat ebben a helyiségben fogadják a hivatal dolgozói, akik a családsegítő felé továbbítják a telefonszámot és a címet, ahová ők mennek ki és felveszik úgymond a rendelést, fogalmazott az alpolgármester. Félreértés ne essék, ez nem egy szociális csomag, itt a bevásárlásba segítünk az idős embereknek, és ezt ki kell fizetni. A zöld számot eddig 47-en hívták hétközben, hétvégén pedig 12-en. A rendelés az alapvető élelmiszerek és a higiéniás eszközök bevásárlásáról, illetve a gyógyszerek kiváltására terjedhet ki, hangsúlyozta az alpolgármester. A hétvégi munkát a civil összefogás segítségével tudjuk megoldani, mert akkor a családsegítő munkatársai nem dolgoznak, és ekkor az ő segítségüket veszük igénybe. Én úgy gondolom, hogy ez mindenki számára megnyugtató, mert gyakorlatilag a hét minden napján ellátjuk az idős embereket, akik erre rászorulnak. A 86 éves Bajor Istvánné is ismeri a zöld számot. Hallottam meg, a tévében mindig mutatták meg, tudok róla. És mit tetszik erről gondolni, ez jó segítség az idősek számára? Nem tudom, mert én még nem vettem igénybe egyszer se. Tulajdonképpen itt ott a szomszédom, mert odéjön a másik sarkon lakok. Volt egy fiatalember, aki mindent elintézett nekem, de ő kőműves. Ott most vidékre helyezték, vagy ment el dolgozni. Hát én örülök neki, mert munkanélküli volt, hogy el tudott helyezkedni, az most nem tud segíteni. Addig segített. Meg a tetőszomszédom, hogy ott szokott segíteni. Úgyhogy avval szerencsés vagyok. Az idős hölgy elmondta, amíg van segítsége, addig nem hívja fel a városi zöld számot. Az alpolgármester pedig arra is kitért, szeretné felhívni a családok figyelmét, hogy gondoskodjanak idős szüleikről, nagyszüleikről, valamint a közösségeket, az emeletes házakban élő fiatalokat, kérdezzék meg az idős lakókat, hogy van-e szükségük valamire.